Sziasztok! Nagyon sokszor felmerül a kérdés, hogy hogyan lehetne automatizálni a személybejáró kaput is. Van rá igény, hogy ennek kulcsra kell nyitogatni, hanem hogy valami alternatív megoldás, hogy van-e rá. Hát van rá, ezt fogom most nektek megmutatni. Gyakorlatilag nagyon egyszerű a dolog, van egy falon egy kapcsoló, itt van mögöttem, jól láthatóan itt. És amikor azt megnyomod, akkor gyakorlatilag kinyílik a személybejáró kapud, hogy össze van kötve a kapcsoló ugye egy vezetékkel, és ugye a kapuban van egy mágnetzár, ami gyakorlatilag feloldódik, amikor ugye a kapcsolót ugye megnyomod. Ezt szoktam így nyomkodni a videóban, mint az őrült, ilyen beidegződés, hogy többször nyomom meg, de elég lenne egyszer is. És ugye akkor, amikor megnyomod ugye a gombot, akkor pang, ugye nyílik a kapu. Ugye ez nagyon egyszerű, egy szerkezet van beépítve itt a kapunak a fogadójába. Ezt már jó sokszor megmutattam, ugye ő az. Ez a kis alkatrész, ez gyakorlatilag elektromos árammal működik, és amikor áramot kap, akkor lehetőséget biztosít arra, hogy a kaput egy alkalommal nyissod. Ebből van többféle verzió is, én azt szeretem, hogy amelyik úgy működik, hogy amikor megnyomod a kapcsolót, akkor gyakorlatilag egy darab nyitást engedélyez. Ez azt jelenti, hogy ha megnyomtad a kapcsolót mondjuk hétfőn, és nincs kinyitva a kapu csak pénteken, akkor pénteken is ki tudod nyitni egy alkalommal. Tehát egyszer tudod kinyitni a kaput, ha másodszor már ki szeretné nyitni, akkor nem engedi, ugye, mert rögzíti a zárt, tehát egy nyitást engedélyez. Én szerintem ez a legpraktikusabb megoldás. Itt van olyan verzió is ebből, hogy nyomni kell folyamatosan a gombot. Szerintem agymenés, én ezt nem is értem, hogy miért. Szerintem azt választod azt a típust, mi legalábbis azt építjük, ami így működik, hogy megnyomod, és akkor egyszer lehet nyitni. Gyakorlatilag, ha ugye jössz kifele, ennek a kapcsolónak egyébként nem muszáj itt lenni a falon, ugye ez lehet akár bent a lakásban is, vagy bárhol. Ugye kintről hogy működik ez a dolog, most nem merek kimenni, mert félek, nem tudok bejönni. Nem, van nálam távirányító, mutatom már is. Tehát ugye a kimész, ugye kintről, ugye hát effektíven nem lehet nyitni a kaput, ugye, mert be van zárva. Ugye hogy tudsz bemenni? Ugye két opció van. Van egy olyan opció, hogy a kulcsa, ugye ugyanúgy van benne egy zárbetét, ugyanúgy elfordítod a kulcsot, és akkor megfeloldódik a zárnyelv, kinyitod a kaput, aztán bemész. A másik verzió pedig az, hogy kérded a villanyszerelőt, aki beépíti neked, van partnerünk, aki ezzel foglalkozik, és akkor kapsz hozzá egy ilyen kis cuki távirányítót, és az azért jó, mert mikor jössz hazafele mondjuk szakadó esőbe, akkor nem kell 40 darab kulcs között megtárni azt az egyet, ami szerencsétlen kaput nyitja, hanem csak a távirányítót kell megmarkolnod, amivel egyébként ugye működik a nagy kapu is, tehát a kétszárnyú kaput is tudod vele nyitni, megnyomod a gombot, hallatszik, hogy kattan a mágnezzel, és akkor bemész a kapun. Nem kell a 40 darab kulcs közül kibogarászni, ez tényleg egy előnyös dolog. Úgyhogy ez így is tud működni. Egy apró kis alkatrész, most az árát nem tudom, de ilyen 6-10 ezer forint magasságában van az egység, ami kell hozzá, hogy ez így távirányítóval is tudjon működni. Miért jó még ez a távirányítós megoldás? Ugye azért jó, mert kint kapálsz a kertbe, vagy éppen benn vagy a szobába, vagy én, ahogy az irodahelységemben így fogalmazok, szoktam ülni, és hát természetesen akkor hív mindenki, akkor nálam van, ha szerencsém van, akkor nálam van a kocsi kulcsom, ugye azon szokott rajta lenni, hát most nincs rajta, mert levettem róla direkt, hogy ne csilingeljek itt nektek, de ugye a kocsi kulcsomon szokott ez ugye rajta lenni, és akkor gyakorlatilag a lakásban bárhol, ahol még érzékeli ez a jel, azért elég jó egyébként, mert tényleg a lakás túloldaláról is szokott működni, hogy hátra megyek a kertbe a gyerekekhez, ott játszok, és akkor itt jön valaki, akkor onnan is ki tudom nyitni, nem kell előre szaladgálnom itt a kapcsolót megmasszírozni a falon, hanem gyakorlatilag bárhonnan tudom nyitni, és hát ez azért praktikus, mert akkor nem kell leszaladgálni meg kapcsolókat keresgetni, nem ott, ahol ilyen van, hát ebből azért nyilván ebből föl lehet tanítani egy csomót rá, most nem tudom, nem mondom a műszaki részében, annyira nem látok bele, de szerintem a legegyszerűbb ilyen kapunyító elektronika is tud legalább egy 8-10 típust, vagy akár 20-at is föl lehet programozni rá, de hogyha egy előre jelzed, hogy mit tudom, társasházban laksz, és van 200 kedves szomszédod, akit szeretné ugyanúgy beengedni az épületbe, akkor van arra lehetőség, hogy olyan kapunyító elektronikát vásárolsz, ami akár szinte korlátlan számú távirányítót hozzá lehet tanítani. Úgyhogy ez tényleg egy tök jó megoldás, én ezt mindenkinek tényleg szívből ajánlom, mert nagyon meg tudja kényelmesíteni az ember életét. Ugye ami még nagyon jó, hogy nem kell több 10 000 vagy 100 000 forintért bevezetékelni a lakásban mindenféle vezetéket, ahhoz, hogy te fönt a harmadikon mondjuk ki tudja nyitni ezt a kaput, hanem konkrétan az ablakon kidugod a legrosszabb esetben, hogyha messze vagy, akkor az ablakig el kell menned, és akkor onnan már azért egészen biztos, hogy működik. Tehát bárhonnan tudod nyitni gyakorlatilag a személykapudat. Ez egy tényleg nagyon jó megoldás. Jó? Hát nem tudom, szerintem ennyit tudtam erről a dologról elmondani.
a beépítése. Ja, még annyi, bocsáss meg, tényleg itt még egy érdekes dolog, de szokták mindig kérdezni, hogy hát ők, akkor kivisztük a kaput, akkor ez a kilincs, ez miért nem, hogy ez miért nem megy le, hogy beragadt, vagy mi van vele. Hát nem, hát most gondolj bele, hogyha a kilincs lenyomható lenne, ugye a kilincs az úgy működik, ugye, hogy ugye ha lenyomod a kilincset, akkor itt van ez az árnyelv, és ugye ezt kéne, hogy működtesse. Tehát egy normális ajtót, hogyha megnézel, akkor ugye úgy működik, hogy ha lenyomod a kilincset, akkor az a pici zárnyelv az ugye behúzódik, és hát attól nyílik ki a kapu. Na most, hogyha ez így működne, akkor megenné a fene az egészet, mert hát akkor az elektromos zár elvesztené funkcióját, ugyanis akkor lenyomnád a kilincset, akkor ugye a zárnyelv fölold, és ki tudnád nyitni a kaput. Tehát az ilyen kapuknál valamilyen módon, mi általában ezt szoktuk hegeszteni az ilyen kovácsoltos kapuknál, hogy ne lehessen se kívülről, se belülről lenyomni a kilincset, és akkor gyakorlatilag ugye működik ez a funkció. Ugye a másik, ami még érdekes kérdés szokott lenni, vagy amit még érdekes, hogy elmondjak, hogy én nem szoktam bezárni a kaput, ugye ennek is van itt egy, itt van alul ugye a kulcsos része, tehát ugye, hogyha ezt elforgatod, akkor ugye ez belemegy a kapunak a zárszerkezetébe, az ugye itt látható, de én nekem nincs itt helye, ha megnézed, én ezt nem szoktam belebontani a kapuba. Van olyan elektromos zár, amiben van lehetőség, hogy zárható is legyen, tehát kulcsra ráfordítható legyen, tehát be lehessen zárni rendesen a kaput, ahogy a nagykönyvben meg van írva. Megmondom őszintén, hogy fogalmazzak, én butaságnak tartom, mert na most őszintén, hogyha be van zárva így, ugye, és így de úgyse tud bejönni senki. Ha be akar jönni, akkor vagy átmászik a kerítéseden, és akkor bemászott, vagy leakaszt a kaputat, vagy valahogy be fog jutni, aki be akar törni. Tehát biztos lehetsz benne, itt leveszi mondjuk a forgópántot, itt két darab zégelgyűrűt leakaszt, kidugja, és akkor kinyitja a kaputat. Tehát én nem gondolom, hogy a kerítés az maradjunk annyi, hogy azért van, hogy aki itt jön, megy, itt császkálnak az emberek az utcán, akkor azok ne tévéjegyenek be ide a lakásodba, hanem azért tudják már, hogy hol a határ, szó szerint. Úgyhogy én szerintem a kiskapuk meg ezek a kerítések erre valók. Tehát én tök feleslegesnek látom, hogy ide mindenféle zárnyelvbe lebontsunk. Ha viszont van ilyen igényed, akkor kérlek előre jelezd, mert ezt én alapból nem is szoktam megkérdezni. Nem rakjuk bele. 10 éve foglalkozunk ezzel a dologgal, még senki a világon nem. De bocsánat, talán 2 ember volt a több ezer átadott munkából, akinek így utólag fölmerült, hogy hát miért nem. És viszont elmagyaráztam neki, hogy semmi értelme ennek az egésznek, akkor ő is elfogadta ezt a tényt, és akkor így beletörődött, hogy ez már pedig így fog működni. Kulcs nélkül így se úgy tud bejönni senki a kapudon. Csak akkor, hogyha itt fölfeszegeti, vagy megpróbál bejutni, de aki be akar jutni, az ide, hogy be fog jutni anélkül is, hogy kinyissad neked azt a zárat. Jó, tényleg ennyit tudtam szerintem erről elmondani. Köszönöm, hogy megnézted ezt a videót, és iratkozz fel a csatornámra, Facebookra, YouTube-ra, és szerbusz!